A TikTok az egyik legdinamikusabban fejlődő alkalmazás, amit folyamatosan frissítenek, annál is inkább, mert egyre többen csatlakoznak hozzá. Itt bárki ráénekelhet kedvenc dalára, különböző kihívásokban vehet részt, megmutathatja bármilyen irányú tehetségét, teret adhat exhibicionizmusának, mindenre pedig 15 másodperc ideje van. A TikTok hosszú órákra lekötheti a felhasználóit, mi több cselekvésre is készítheti azokat, például a különböző kihívásokkal, amelyek sajnos egyre gyakrabban halálos kimenetelűek. Éppen ezért a legújabb hírek szerint az Európai Unióban akár be is tilthatják. A témáról Fülöp Otiliával, a Szapiencia Egyetem adjunktusával beszélgetek, de előbb nézzünk meg egy rövid bejátszást arról, hogy mire használják a fiatalok a TikTokot, és mit szólnának ahhoz, ha azt betiltanák Európában. Napi szinten több órát. És milyen tartalmat? Recepteket, hasznos információkat, amiket másoktól találok, szórakoztató tartalmakat, ilyesmiket. Naponta szoktam egyébként, de csak pár órát igazából. És milyen tartalmat? Általában angol nyelvi tartalmakat szoktam nézni, azért, hogy fejlesztem az angol tudásomat, és esetleg valami főzős mini videókat. Többnyire igazából helyzettől függő, ez olyan, hogy hétközben általában 1-2 órát maximum, és vakációban hétvégente meg 3, akár 4 óráig el. És milyen tartalmat nézel? Többnyire mémeket. Általában naponta fél órát szoktam, viszont azok szórakoztató jellegű tartalmak szoktak lenni, vagy főzős videók, recepteket szoktam nézni, vagy mémeket. Hát ez egy érdekes kérdés, mert pont ez volt az újévi fogadalmam, hogy letörlöm a TikTokot, úgyhogy azóta egyáltalán nem TikTokozok. Én nagyon örülök, hogy be szeretnék tiltani, mert nagyon sok fiatalnak a szabad idejét elveszi, mivel függővé tudja tenni. Én is majdnem beleestem ebbe a hibába, mert nagyon sokat néztem egy ideig, de viszont most már egyre kevesebbet nézem, aminek én örülök. Nem tartom helyesnek, hiszen aki szeretné használni, az használhassa nyugodtan. Aki meg nem használja, az nem tölti le, vagy letörli az alkalmazást. Hát igazából ennek nem örülök őszintén, mert nagyon sok ember, nagyon sok gyerek használja, és maximum ugye korlátozni kellene szerintem. Hát igazából nem tartom igazán helyesnek, inkább csak korlátozni kéne, mert valóban sok a negatív hatása, de betiltani teljesen nem hiszem, hogy szükséges lenne. Igazából sokat nem tudok hozzáfűzni. Igazából több fajta ilyen platform van, ahol lehet tartalmakat nézni. Az, hogy a TikTokot betiltják, az nem tenne és nem is venne el az egészből. Itt van velem a stúdióban tehát Fülöp Otilia, egyetemi adjunktus. Szeretettel köszöntelek. Én is köszöntök mindenkit. Az elmúlt percekben azt hiszem, hogy a TikTokot a Jobbik oldaláról ismerhettük meg, ugye kiderült az is, hogy akik a TikTokra felmennek, azok szórakoztatás céljából teszik, és többféle dologgal találkoznak, barkácsolásról, többnyire főzni járnak oda, ugye itt kacagtuk. De mi van ezen túl a TikTokon gyakorlatilag? Hát szórakoztató, meg ilyen kikapcsoló tartalmak vannak nyilván, amik olyan gyorsan pörögnek, hogy nem tudja az ember, hogy hol hagyja abba. Gondolom, hogy ez a bejátszás, ami volt, ez csak pár órát, tehát hogy egyszerűen eltelik az idő. És jól mondtad, hogy szórakoztatás, tehát hogy egyszerre van az, hogy tényleg szórakoztató tartalmakat keresnek, de tudnak könnyen tartalmakat is gyártani, és valószínűleg ez a kreatív jellege is az, ami oda kapcsolja, oda láncolja az ember, a felhasználókat, tehát hogy biztos, hogy folyton ott van a fejükben, hogy ezt én is meg tudnám csinálni, ez nekem is menne. És gyakorlatilag itt nem csinál semmit, csak így elképzeli, hogy ezt is. Igen, de hogy itt a képzelet azért erőteljesen be van mozgatva, és gondolom, hogy ez ad egy ilyen plusz elégtételt talán. Ez így nem is hangzik épp annyira rosszul, mégis azért vannak olyan vetületei, itt említettem is a felkonfban, ami miatt veszélyesnek mondják a TikTokot, majdnem Facebookot mondtam, régi vagyok még. Mi az, ami miatt egyre erősebben felmerül vajon annak az ötlete, hogy betilthatják a TikTokot?
Itt valószínűleg ketté kell választani két dolgot, de előbb visszatérnék erre, amit itt a fiatalok is kiemeltek nagyon helyesen, ugye egy platforma a sok közül, tehát hogy ha nem TikTok, akkor van nekik ugye erre, amit keresnek, és amire használják ezt a platformot, van másik, és ugye ezeket a tartalmakat, amik TikTokon ott vannak, ezeket szemlézik is egyéb felületek, például a YouTube vagy az Instagram akár, tehát hogy egy ilyen tiltás úgysem tudná ezeket teljesen kiszorítani, illetve nagyon hamar megjelenne egy másik platform, ami ugyanezt kínálja, ugye amire szükségük van a felhasználóknak. De itt a tiltás maga az mégis egy olyan kontextusban merült fel, hogy ugye adatokat gyűjt minden egyes platform a felhasználókról, és hogy ezekkel az adatokkal mi történik ott, ahová ugye ezek összebefutnak, összeérnek a szálak. És hogyha valamilyen jogtalan felhasználás van visszaélés személyiségi jogokkal, akkor bizony ugye ennek szankciói következhetnek, és pont egy ilyennek nézett elébe a TikTok, és hát pénzbeli bírság az meg is történt. Egy ilyen szigorúbb szankció ugye akkor fog megtörténni, egy tiltás, betiltás, kitiltás az európai piacról, hogyha nem veszik figyelembe azokat a médiaszabályozási pontokat, amiket az Európai Unió felállított ugye azokkal a tartalomszolgáltatókkal szemben, akik az európai polgárokat is megcélozzák. Tehát inkább ez egy nagy figyelmeztetés volt a részükre itt az európai térségben. Igen, és fele. Kimondottan ugye ilyen adatfelhasználási szabályozásról van szó, hogy azokat betartják-e vagy nem, vannak-e visszaélések vagy nem, és ugye ezt a részét, ezt a felhasználók legtöbbször nem érzékelik közvetlenül, hogy az ő adataikkal mi történik, hanem közvetve érzékelik. Itt sokan ugye esetleg azért örülnek egy ilyen tiltás hírének, hogy akkor majd a felhasználók lesznek védve, de itt nem a felhasználóknak a védelméről van szó, hanem a felhasználók adatainak a védelméről, ami talán két különböző dolog, vagy mindenképpen érdemes különbséget tennie között. És azt gondolom, hogy a felhasználónak döntenie kell, hogy milyen platformot és hogyan használ, azt egy ilyen nem fogja megspórolni számára, ugye azért, mert egyrészt van több platform, amiből lehet választani, ugye ugyanezek az ilyen addiktív dolgok, elemek más platformokon is ott vannak, tehát azok ellen egy platformnak a kitiltással semmiképpen nem véd. Tehát gyakorlatilag úgy van ez, hogy mi nagyon sokat adunk, és nagyon keveset kapunk cserébe, de az nagyon addiktív. És míg többféle korosztály ugye használja akár a TikTokot, tehát lehet, hogy teszem fel az idősebb korosztály, de ott is nagyon tudatosnak kell lenni, hogy ebbe belegondoljunk, hogy nem szeretnénk mondjuk emiatt regisztrálni a platformra, de még kevésbé szerintem a fiatalabb korosztály. Kik a legkiszolgáltatottabbak ez esetben? Hát mindig. Akár tartalmakkal szemben is, mert hogy ugye az is ott van. Azt, hogy mennyit ad, ugye ez annak a kérdése, hogy tulajdonképpen mire van szükségünk, mennyire látunk ebben önkifejezési formát, hogyha valaki ebben megtalálja azt, hogy itt tudja elmondani, itt tudja megmutatni azt, ami őt foglalkoztatja, akkor talán ugye ez rendben van, vagy mindenképpen másképp kell akkor ezt kezelni, mint hogyha valaki csak tényleg ilyen kiszolgáltatottan nézi azt, amit így... Tehát ő inkább néző, és vannak azok, akik influencerek, vagy... Igen, tehát hogy többféle felhasználó, több kategóriai felhasználó van. A legkiszolgáltatottabbak biztos, hogy azok, akik a legkevesebb információval rendelkeznek arról, hogy itt igazából mi történik. Tehát, hogy mi van az egész mögött, mennyire kell megszűrni azokat az információkat, amiket ott látunk, hogy itt tulajdonképpen nincsen semmilyen szűrés, hogy neki kell ezt elvégeznie. Tehát, hogy a kritikai gondolkodás, a tudatos médiafogyasztás, tehát, hogy ezek azok, amik felvérteznek azokkal a tulajdonságokkal, hogy ne legyünk kiszolgáltatva. Hogyha valaki ezekkel nem rendelkezik, akkor nyilván ki van szolgáltatva annak, hogy... Igen, és megtörténik az, hogy sok tinédzser részt vesz különböző kihívásokba, tehát ez a legdurvább, amiket hallhatunk, és mindig a TikTokot hozzák ezzel összefüggésbe. Lehet-e valamilyen formában a tartalmakat vajon kontrollálni? Szabályoz-e bármit annak érdekében, hogy ezeket a tartalmakat szűrni tudjuk? Akár igen, hogy telefonon, ott az alkalmazásban, nem tudom. Azok a tartalmak, amik ugye így megfogalmazódnak, elkezdenek valahogyan terjedni mémekként, ilyen virális formában, tehát hogy valahogyan megtalálják az útjukat. Úgyhogy a szabályozás az mindenképpen ugye a felhasználó felé kell menjen, tehát én ebben a tudatos médiafogyasztásra való felkészítésben látom a garanciát, tehát hogyha az ember tudja, hogy mit néz, akkor,
akkor másképpen tudja értékelni, értelmezni azt, amit lát. Na most ezt, hogy lássa, hogy mit néz, ahhoz valószínűleg lehetne hozzá csatolni valamilyen plusz, ilyen metainformációkat, tehát, hogy oké, ott van az a kihívás, de hogy lássuk-e, ugye lehetne szűrők szerint, kulcsszavak szerint valahogyan hozzácsatolni, akár egy színt, és akkor tudnám, hogy ami, mit tudom én, sötét, valami fekete, most persze ez így nagyon kínálkozik ez az összekapcsolás. Igen, tehát hogy azt azért vigyázzak azzal jobban, ami lehet, hogy zöld vagy világos, akkor az egy másik tartalom, de ezt egy ilyen színkód szerint például le lehetne valahogyan szabályozni, lehet tanítani lehetne, hogy ez melyik micsoda. Vagy akár ugye másféle ilyen címkékkel, hogy melyikkel mennyi időt töltsek el, mert vigyázzat, ugye, és ezt akár platformra is platformok felé is mehetne, hogy jó, TikTok rendben van, de ne használd csak napi fél órát, ugye itt látunk erre például. A telefonban egyébként benne van, többnyire nem tudom, hogy mindegyikben, de azt hiszem, hogy amelyikek okosak, azokban benne van, hogy lehet mérni, visszanézni, hogy mennyi időt töltesz el, és akkor valóban lehet meglepő, mint ahogy a videóban láttuk, hogy csak pár órát, és az már nagyon sok, hogyha pár órát tényleg görgetjük ezeket a 15 Igen. másodperces videókat, így elképzelni. Vagy ami eszembe jutott még ilyen szabályozási lehetőség, hogy ne legyen nyitva, tehát hogy mondjuk bezárni esetleg, tehát hogy az a tehát az a platform ott van, felhasználó fiók is van, aktív minden, de hogy nem lehet bármikor belépni, mert egyszerűen be van zárva. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ugye ez nem tiltás, ez nem azt jelenti, hogy ki van tiltva, hanem hogy korlátozva van. Milyen következményei lennének annak, hogyha ezt teljesen betiltanák mondjuk? De szerintem még annak is, hogyha bizonyos órákra korlátozva lenne. Annak, hogyha bizonyos órákra korlátozzák, elképzelhető, hogy pont egy ugye felpesdülés lenne a következménye, akkor mindenki sokkal kíváncsi, hogy akkor, ha most van nyitva, most kell, most föltétlenül kell akkor használni. A tiltás esetén viszont azt gondolom, hogy rögtön megjelenne valamilyen alternatíva, ami kiváltja, tehát hogy akkor mennek a felhasználók a következő platformra. Sajnos akkor úgy összegezhetnénk ezt, hogy valószínűleg egy olyan hírről van szó, ami a negatív reklám is reklám, tehát most is így ezáltal is sokkal többen hallanak a TikTokról, de valószínűleg betiltani nem fogják, mert hogy ennek azért mégiscsak messze menően több érdeke van egy ilyen alkalmazásnak. Tehát tényleg nem is racionális ezt, hogy betiltsuk, meg azért itt a kis videóból, amit megnéztünk közösen, abból az derül ki, hogy nem kell éppen annyira aggódnunk, vagy nem kell ostoroznunk magunkat, hogy addiktív platformokra is regisztrálunk, és akkor ne csak a TikTok legyen messze, hanem a többivel kapcsolatban is felmerülhetnek ilyen aggodalmak, de hogy mindenképpen ugye magunk számára azt elő kell valahogy írjuk, hogy tanuljunk többet, hogy figyelmesebbek legyünk, tudatosabbak legyünk. Igen, hiszen egyre inkább telítve van a világunk ilyen addiktív dolgokkal. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.